Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Bereci Margó vagyok Kecskemétről. Kedveste. És megint érdekes témákkal jöttem önökhöz. Tanmesékkel, tanúságokkal az életünkről, a mindennapjainkból. De mielőtt belefognék, szeretném megköszönni azt a sok visszajelzést, amit kaptunk, hiszen azért mi azért dolgozunk itt a kollégáinkkal, hogy itt eljutassunk önökhöz olyan információkat, amit mi érdekesnek tartunk, hát ha önöknek is az. Szeretnénk megköszönni, hogy néznek minket, hogy hallgatnak minket, nézik a kis élőadásainkat, hallgatják a podcast adásainkat, és ugye akár az ETV-n, akár a Relaxádion mennek ezek a dolgok, és arra biztatom önöket, hogy az archívumban is nézzenek bele. Nézzék bele az egy hónappal, két hónappal, vagy akár fél évvel ezelőtti kis adásainkat is, és akkor már is egy kicsit nagyobb képet kapnak arról, hogy mi milyen értékeket képviselünk. Regisztráljanak oldalainkon, regisztráljanak a Mastodon Magyar Független Tudatos Emberek Közösségi oldalán, oda is várunk szeretettel mindenkit. Aztán nagyon-nagyon hívjuk és várjuk önöket a közép-európai, magyarországi összefogás, egészség, tudatosság nagykövetei oldalon, Facebook oldalon, itt is várjuk önöket szeretettel, és az oktatással kapcsolatban is van egy ilyen összefogás hálózatunk, az pedig a közép-európai és magyarországi alapvető emberi értékek oktatási hálózata. Aki tanulni szeretne, aki tanulni vágyik, azokat is szeretettel hívjuk ide, és nagyon sok programot osztunk meg itt önökkel. Jó, köszönjük, ha támogatják a munkáinkat, összehoztunk egy, vagyis van egy alapítvány, amire akár az adójuk 1%-ával is várjuk támogatásukat, hogyha úgy gondolják, hogy megérdemeljük, hiszen a munkánkkal segítjük az önök és a közvetlen embereknek az életét, dolgát, és várjuk szeretettel támogatásukat is. Amiről hoztam most egy pár történetet, az pedig az emberi viselkedés. Elolvasnék egy történetet, és utána akár véleményüket is nagyon sok szeretettel írják oda az élőadás mellé, és próbáljuk meg minél jobban kivesézni, hogy mi volt a helyes és mi volt a helytelen ebben a viselkedésben. Elolvasom önöknek. A feleségemnek most volt a szülinapja, és úgy gondoltam, beugrom az egyik bevásárlóközpontba, hogy vegyek neki valami szép ajándékot. Elindultam, tehát az asszony kedvenc boltja felé. Erre látom, hogy a biztonsági őr egy idős nénivel orgivál, nagyon durván. Te büdös vénasszony, és egyebeket mondogatott neki. Közben lögdöstek kifelé az áruházból. Senki sem foglalkozott vele, senki sem foglalkozott a történéssel, totális könzöny volt az összes arcom. Csak tovább mentek. Elborult az agyam, kényszeríteni kellett magam, hogy ne vörös fejjel és ordítva menjek oda a biztonsági őrhöz. Tudnom kellett kicsit magam lenyugtatni, de mivel, hogy tudnom kellett, hogy mivel érdemelte ki ez a 80 körüli idős hölgy, aki nehezen mozgott, törékeny néni, ezeket a trágár szavakat és a lődösést. Odaléptem, és erőteljes udvariassággal megkérdeztem. Mit tett ez a szegény néni, hogy így bánik vele? Erre a biztonsági őr összefüggéstelenül magyarázott valamit arról, hogy a bevásárlóközpont szabályai szerint ilyen ruhában nem lehet az áruházban tartózkodni. Tehát ennyi? Ezért kellett vele úgy beszélni, mint a kutyával? Jó, igaz, a néni tényleg nem az operába öltözött. Szakadt, fakó otthonka volt rajta, de sokan még rosszabb ruhában őgyelektek arrafelé. És azokban mégsem kötött bele a biztonsági ember. Ez a néni, a nagyim barátnője, innentől átveszem, karoltam bele a nénibe. Elindultam vele az üzletek felé. A biztonsági őr se köpni, se nyelni nem tudott. Valamit még utánunk kiabált, de elkotródott. A néni hálásan nézett rám. Köszönöm, kedves. Életemben nem aláztak még meg így. És elsírta magát. Szegénykémnek percegig csak ömlöttek a könnyei, embert nem hallottam még ilyen keservesen sírni. Végül összeszedte magát,
Mikor bejöttem venni az unyokámnak egy pár fülbevalót, nem gondoltam, hogy ez lesz. Elkísértem a nénit a boltba, és segítettem neki választani pár bizsút, amit az unokájának szánt. És ki is fizettem helyette, mondván, biztos máshol is van helye a pénznek. Ezt a kis történetet azért gondoltam, hogy megosztom önökkel, mert az emberi viselkedésről és az emberi dolgokról szól, hogy lehet így, és lehet úgy. Lehet szeretettel, és lehet megalázva a másikat viselkedni. De nézzük az egyik, és nézzük a másik dolgot is. Nézzük először is, hogy miért is akarom én megalázni a másikat? Miért is akarom én kiabálva fölhívni a figyelmet arra a másikra, hogy akkor ezt most nem jól tetted? Ezt most akkor rosszul csináltad? Ezt most akkor, és mindenki előtt ezt mondani? Azért, mert energiát szeretnék tőle. Azért, mert szeretném őt megalázni, hogy az erősségemet bizonygassam. Marek Betti kolléganőm nagyon jól beszélt, körülbelül 2 hete azt hiszem, egy hétfői adásunkban, amikor az emberi játszmákról beszélt. Érdemes ezt is az archívumunkba visszanézni, és érdemes megfejteni ezeknek az okát. Hogy ugye miért is van? Mert energiára vágyott. Mert arra vágyott, hogy valaki figyeljen, fölhívja a figyelmét, hogy ő az erősebb. Ő a nagy legény, ugye a kedves biztonsági őrünk itt ebben a történetben. És nem mindenkit áldott meg anyagi dolgokkal az ég. És nem mindenki tud úgy öltözködni, hogy az mindenkinek tetsző legyen. De én úgy gondolom, hogy a szeretet nem is az öltözködésből van, és nem is az öltözködésből fakad, nem is a ruhánk, a kinézetünk, az, ami megmutatja, hogy mennyire szeretetteljesek vagyunk, hanem az, ahogy másokkal bánunk, ahogy másokkal viselkedünk, ahogy másoknak adjuk oda a figyelmünket, adjuk oda a tetteinket, a segítségünket, ez mind-mind azt fogja eredményezni, hogy mi milyen szeretetteljes emberek vagyunk. Hogyan bánunk a másikkal. Van nagyon kedves idézetem is, ami arról szól, hogy ne azt nézd, hogy mit mond neked az az ember, az a másik ember, hanem nézd azt, hogy mit tesz érted, mit hajlandó megtenni érted, azért, hogy neked esetleg könnyebb legyen, haladj előre az utadon, vagy hogy legyen egy összefogás, amivel haladunk mindnyájan az utunkon. Nekem ezt mondta ez a történet, hogy ez az ember, ez a biztonsági őr egy kis figyelemre vágyik, a másik ember pedig szeretettel, megvédve a gyöngébbet, megvédve az idős hölgyet. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon pozitív és nagyon szép történet. És én hiszem azt, hogy mi mindnyájan képesek vagyunk a szeretetteli viselkedésre, képesek vagyunk arra, hogy segítsük a gyöngébbet, hiszen valahogy azt érzem, hogy mindig, amikor valakit bántanak, akkor nekem meg kell védenem. Nagyon sok ember van a környezetemben, aki ugyanígy gondolják, hogy azt, akit bántanak, azt meg kellene védeni. Természetesen nem mindig lehet beleavatkozni ebbe a dologba, és van, akik megkerülve a konfliktust, ugye távolról nézik, de nem avatkoznak bele, holott a véleményük ugyan megvan, de a védelmet nem adják oda, mondván, hogy nem akarnak beleavatkozni ezekben a hatalmi harcokban. Nagyon sokszor nem is kell, higgyék el, valamikor a két embernek a harca ez, vagy játszmája, vagy bármilyen, de van amikor például kisgyereket, időset bántanak, akkor én azt érzem, hogy meg kell védeni. És akkor én nagyon sokszor használom a humort, mint eszközt. És sok síró gyermek van arra a piacon, jönnek, sír ezért, sír azért, hisztiznek, és szoktam oda szólni, hogy ó, nekem pont egy ilyen kis sírós, hisztizős kis fiatalemberre van otthon, vagy kislányra van otthon szükségem. Mondom, gyere haza velem. És megyünk, és otthon majd jól eljátszunk, és eszünkbe sem jut, hogy sírni kell. És akkor erre így kinyílik a kis szeme, könnyek látszódnak, potyognak benne, de így nagyra nyílik, hogy hát ő nem is, és akkor bújik oda az anyához, bújik oda, megy oda, és már is ugye elfelejti azt, hogy miért hisztizik.
Nagyon sokszor ugye humorral próbálom kivezetni a vitákat. Akár én, hogyha próbál valaki vitázni velem, vagy vitás helyzetek alakulnak ki. Én nagyon-nagyon sok szeretettel ajánlom mindenkinek azt, hogy próbálja meg humorral megoldani. Próbálja meg azt kicsit oldani a feszültséget, kicsit szeretetteljesebbé tenni a beszélgetést, és egy nyert-nyert helyzetet teremtve, már is egy klasszabb, egy jobb beszélgetésbe terelve, átfordítva a beszélgetést, és már is egy jobb és nyugodtabb vizekre elvezni. Lezárva ezt a történetet, én úgy gondolom, hogy mindenki került már ilyen helyzetbe, ahol nagy hangon a másik ember előtt megalázza. Ez egy nagyon nem szép viselkedés, és nagyon-nagyon nem jó dolog, mert én úgy gondolom, hogy a konfliktusokat, azokat négy szem közt kell tisztázni, azokat, ha párkapcsolati problémáink vannak, akkor ezt ne vigyük ki a világ elé. Beszéljük meg a párunkkal, beszéljük meg egymással, tisztázzuk ott, férjem mondja, mindig ne söpörjük a szőnyeg alá, hanem beszéljük meg, mert egy idő után föl lehet bukni benne. És ha pedig valakivel, munkatársal, kollégákkal, szomszéddal, bárkivel olyan problémánk van. Én úgy gondolom, szeretettel meg lehet ezt beszélni, humorral egy kicsit lehet oldani, és hogyha végképp azt látjuk, hogy már nem, ez nem lehet, nem nincs megbeszélés, nincs az, hogy meg tudom vele beszélni, akkor én egyszerűen kizárom az életemből. Megtanulok nélküle élni, megtanulok nem figyelembe venni az ő dolgait, mert akkor nincs értelme. Nincs már. Ha ezeket a dolgokat meg, természetesen megpróbálom. Természetesen fölveszem a fonalat, és azt mondom neki, hogy gyere, akkor beszéljük meg. Ha nem hajlandó megbeszélni, és nem hajlandó odaállni velem, és már többszöri kérésre, mondjuk maximum kétszer-három, tehát könyörögni nem fogok azzal, hogy most béküljön ki velem, vagy viselkedjen másképp, akkor azt mondom, oké, rendben van, akkor mi ezt most itt és most befejeztük. És ez a legtisztább dolog. De megalázni a másik embert, azt nem szabad. Sőt, arra hívnám föl a figyelmet, ugye, hogy mi mindent visszakapunk. Ha megaláztam egy másik embert, engem is meg fognak alázni, vagy önöket. Tehát nagyon-nagyon figyeljünk rá, hogy a karma az mindig ott van, mindig figyel, és mindig tudja, hogy mikor, mit kell visszaadni. Úgyhogy éljünk úgy, hogy a karma az ne tudjon nekünk visszaadni semmit. Nagyon nehéz. Még én sem tudom, higgyék el. Úgyhogy nem is szeretnék erről többet beszélni, hisz úgy gondolom, hogy kiveséztük, de azért még egy tanulságot. Én azért szeretettem, én is oda mentem volna, és megkérdeztem volna a biztonsági őrt, hogy most mi az ajongásnak az oka. Tehát én is az ember vagyok, aki odaállok, és szeretettel megvédem a gyöngépet. Remélem, önöknek is ugyanez a véleménye. Amiről szerettem volna még beszélni, hiszen nagyon sok ember, sok olyan ember van most, aki jött, hogy megkapta a gyerekem a félévi bizonyítványt, és milyen büszke vagyok a gyerekre, milyen klassz, hát meg a másik, hogy hát most ezt nagyon lerontották, ez az online oktatás, és hogy milyen rossz nekem az, hogy most a gyerek csak ilyet kapott. Én hoztam erre is most önöknek két történetet, és szeretném ezt is megosztani önökkel. Az az egyiknek a címe, hogy aláírtam a gyerekem félévi bizonyítványát. De nem néztem meg. Ma a gyerek hazahozta a félévit. Bizonyítványát, és úgy adta át, hogy az osztályfőnök azt mondta, nem szép a bizi, benne sokkal több van, és anya egész biztosan szomorú lesz. Én, az anya, aki a tanárnő szerint egész biztosan szomorú leszek, szomorú is lettem. Attól, hogy a gyerekem ezt a félmondatot kapta útravaló úr a bizonyítvány mellé. De elsősorban rémdühös is a tanárra. Szemében kisfiúnak, szerencsétlen kisfiúnak remegett a keze, pedig a bizonyítványában hármasnál rosszabb jegy nincs, mégis úgy járult elém, félholtra halványodott ábrázattal, mint aki legalábbis kivégző osztag elé igyekezne. Átvettem a bizonyítványt. Fellapoztam az adott oldalt, aláírtam ott, ahol kellett, majd mosolyogva visszaadtam a gyereknek, rakja csak vissza a táskába.
Perdültem egyet, és felhívtam a figyelmét, hogy vettem almát, ha kér, van a konyhában. De hát a jegyek, anya, kezdte el a fiam, és én azt mondtam neki, a jegyek nem érdekelnek, a jegyek csupán számok. Nincsenek azok a számok mögött olyan dolgok, amik igazán számítanak. Mert nincs bennük. Annak a matekházinak az élménye, amikor először értörtem a fejem, majd apa agya sült be, majd a könyvelőmet imánkodtam fel, hogy segítsen, mind elvéreztünk. Végül erős könyörgések után este 9-kor egy pécsi volt matek tanárnő barátnőmet sikerült odáig nyektettem, hogy oldja már meg ezt az 5. matematika feladatot. Az a 2 hét, amikor minden áldott teste a kőmívest kelement magoltuk, mert eredeti míves magyar nyelvezetben kellett megtanulni az egészet. Az a sígoró görcs, ami egy angol vers tanulását övezte, amit itthon csutak elmondott, az iskolában pedig belesült. Majd itthon újra elmondta tökéletesen, másnap javított úgy, hogy az éjszakát idegtől egy csomó mindennel töltötte, de alvással nem. És ez így egy 3-ast ért, mert az első 1-es után a javítás 5-ös lett. Benne van viszont. Az a szerencsétlen 1-es, amit arra kapott a gyerek, mert valamelyik tanórán nem találta meg a radírját. Az a 3-as, ami egy 3 hetes betegszünetet követő, első tanórán felelésből jött, miközben a fél osztálya gyereknek súgott, és a többiek nem értették, miért pont ő felel. Az az őskövület hülyeség, hogy jegyet kell adni rajzra vagy énekre, miközben a gyerek maximum fekete varjút képes rajzolni alagútban, vagy tökéletes gömbformájú fejet 2 bogyó szemmel. A hangjáról meg jobb, ha nem is beszélünk, mert még a végén reményeket táplál majd, hogy jelentkezzen az X-faktorba, elrettentő példaként. Lényeg a lényeg, aláírtam a gyerekem félévi bizonyítványát, majd megölelgettem őt, tök pozitívan, közöltem vele, hogy hurrá, már csak 1 fél év van hátra a tanévből, amúgy meg szeretem őt, ja, és szomorú az, nem vagyok miatta. Ezt is az interneten találtam, és úgy gondolom, hogy ez az egyik példa lehet. De felelősségünk van. És nem csak nekünk, hanem a tanároknak is, akik vannak, akik tanítják a gyerekeinket, hogy mit adnak útravalóul a gyereknek. Ezt azért hoztam, ezt a kicsit negatív példát, és fordítottuk át pozitívra, hogy lássuk be, nem könnyű dolgok van a mai gyerekeknek. Sőt, ha elmondhatom, ma nehezebb gyerek lenni, mint mikor én voltam. Pedig amikor én voltam gyerek, azt hittem, hogy ez a legnehezebb dolog a világon. Ez az állandó tanulás, menni kell, már megint mit kell megtanulni. És hogy minden tanár azt hitte, hogy csak az ő órájára kell készülni, és milyen anyagot kell megtanulni, és hú, hogy hova fogok én most felvételizni, hisz nem voltam egy csodálatos tanuló, nem voltam kitűnő, be kell valami jó erős, közepes, 3,8-4 egész között mozgott a tanulmányi átlagom, de én úgy gondolom, hogy egy tanárnak is, egy szülőnek is közös felelőssége van a gyerekért, hiszen meg kell tanítanunk őket, hogy kell helytállni majd az életben. Meg kell tanítanunk azt nekik, hogy nekik ezen a földön, hogyha majd kikerülnek a nagybetűs életben, helyt kell állniuk. Helyt kell állniuk, mint családot alapítani, akár családfőként, akár családanyaként. Meg kell tanítanunk nekik azt, hogy helyt kell állni a munkahelyükön, helyt kell állni az életben, helyt kell állni a családban, és tényleg a mindennapi életben. Ezt nekünk, szülőknek és tanároknak együtt kell megtanítanunk. Hiszen a mi felelősségünk, hogy az a gyerek utána hogy fogja megállni a helyét. Az, hogy most ezt egy erős 3-assal, vagy kitűnővel végezte, úgy gondolom, hogy minden gyereknek más is más a képessége. Mert lehet, hogy abból a rossz csont kisfiúból egy 3-as csodálatos, és abból a jó nevelésű kislányból már a 4-es is megérdemelt, de higgyék el, mi szülők is elrontjuk. Mert elvárjuk, hogy az a gyerek 5-ös legyen. Miért nem hoztál 5-öst? Miért csak 3-as lett? Miért csak 4-es lett? És számon kérjük őket. Holott lehet, hogy le kellene ülni a gyerekkel, és azt kérdezni tőle, hogy neked ebben most mi volt a nehézség? De most ezt miért élted meg ilyen nehezen? Miért volt ez a feladat ilyen könnyű neked, úgyhogy mondjuk a víz példáját is? Hogy és akkor ez most akkor hogyan lett? És miért lett így?
Tehát én úgy gondolom, hogyha foglalkozunk a gyerekkel, és nem csak szülők vagyunk, hanem pedagógusok is, vagy nem csak a szülő foglalkozik és a pedagógus, együtt kell működni, együtt kell az egészet, hiszen mi gyúrjuk azt a gyereket olyanra, amilyen majd a nagykorában lesz. Úgyhogy innentől kezdve már csak egy nagyon pozitív, gyönyörű történetet szeretnék tartogatni a végére, ami szintén egy tanárnémiről szól, és egy nagyon-nagyon szívemet melengető történet, amit hoztam még, és azt hiszem, hogy ezt megfogadtam én magam is, hiszen ugye mi felnőtt képzéssel foglalkozunk, hogy hiába felnőtt vagy gyerek, útravalót kell adni annak a tanulónak. Útravalót kell adni, amit el tud vinni tőlünk. Ami a tudás lehet, de egy jó érzés is lehet, egy szeretetteli gondoskodó, bármilyen mondat, hiszen megmarad az emberekben a mondat. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a negatív mondatok, amiket használunk mi, akár pedagógusok, akár pedig szülőként, a gyermekben sokkal jobban beleég, mint ha pozitív dolgokat tennénk. Mert ha hiába használunk 100 pozitív dolgot, ha egyszerre csak egy negatívat, de azt úgy jól odaszúrva mondjuk el. Vannak ilyen tapasztalataim, erről most nem szeretnék beszélni, de vannak ilyen tapasztalataim, és igen, a Micsoda nőből idéznék inkább, a nagyon kedves Richard Gere és Julia Roberts filmemből, amikor Julia Roberts azt mondja Richard Gere-nek, hogy tudod, a rosszat könnyebb elhinni. És ez tényleg így van. Mert nem azzal foglalkozunk, hogy mit mondanak 50-en, 100-an arról, hogy köszönöm, jaj, de jó volt, igen, nagyon jó, hanem az az egy marad meg bennünk, aki azt mondja, hogy hát ez nem ért semmit. Hát ez így nem. És pontosan meg kell fordítani. És arra kérem önöket is, fordítsák ezt meg. Fordítsák meg, és csak a jóra emlékezzünk, csak a szépre gondoljunk. És próbáljuk meg azt az egy rosszat, vagy azt a pár rosszat kirakni az életünkből. Vagy tanuljunk belőle. Tanuljuk meg, hogy hát én ezt nem érdemlem meg. Én odaadtam szívem, lelkem, beletettem a tanításba, megtettem mindent, átadtam a tudásomat, kérdésekre válaszoltam, és úgy éreztem, hogy a tanulók egy teljes összképpel mentek el. És akkor nem arra gondolni, hogy az az egy meg azt mondta, hogy ez, hát nekem ez nem ért semmit, és hanem azt mondani, hogy én megpróbáltam, akkor lehet, hogy a hiba nem csak az én készülékemben van. És ugye megtalálni ezt az egyensúlyt. Rágódom rajta, én is, és úgy gondolom, hogy vannak pedagógus kollégáim is, akik megtanulják ezt a dolgot, hogy nem csak a jókat tudják elvinni, hanem a rosszakat is. De én úgy gondolom, hogy ha megvan ebben is az egyensúly, akkor sokkal könnyebb. És lássuk ezt a történetet. Hallgassák nagyon nagy szeretettel, mert a szeretetről szól. Néhány évvel ezelőtt hallottam egy középiskolai tanárnőről, aki a táblára felírta mindenki nevét, majd megkérdezte a diákokat, hogy másolják le a fizetőbe. Az óra hátra lévő részében az volt a feladat, hogy mindenki neve mellé írják oda, hogy mi az, amit a legjobban szeretnek, vagy csodálnak benne. Az óra végén a tanárnő beszedte a másolatokat, vagy az írásokat. Hetekkel később mindenkinek a kezébe nyomott egy lapot, mindegyik lapon egy diák neve szerepelt. Alatta pedig az a 26 jó dolog, amit az osztálytársak írtak róla. Annyira sok szépet és jót fedeztek fel egymásban, hogy csak mosolyogtak, és szóhoz sem tudtak jutni az örömtől. 3 évvel később a tanárnőt felhívta egy volt diákjának, Robertnek az édesanyja. Robert nem volt jó magaviseletű gyerek, mégis egyike volt a tanárnő legkedvesebb diákjainak. Anya rettenetes hírt közölt. Robert elesett az öbölháborúban. A tanárnő elment a temetésre, ahol Robert barátai és középiskolai osztálytársai is beszédet mondtak. A szertartás végén Robert anyja odalépett a tanárnőhöz, elővett egy viharvert papírlapot, amelyet a tulajdonosa láthatólag sokszor szétnyitott, majd újra összehajtott. Elmondta, hogy ez volt az egyike azoknak a tárgyaknak, amit Robert zsebében a halála után találtak. Az a lista volt, amelyet a tanárnő oly nagy alapossággal állított össze.
A papírnap láttán a tanárnő szemét elfutotta a könyv. Ekkor egy másik diák, egy lány, aki ott állt a közelben, elővette a saját gondosan összehajtogatott lapját, és elmondta, hogy mindig magánál tartja. Ekkor egy másik volt, egy harmadik diák bevallotta, hogy az ő listája bekeretezve függ a konyhában, egy következő pedig azt, hogy a felsorolást az esküvői fogadalmába is beépítette. És a tanárnő annak idején arra kérte a gyerekeket, hogy vegyék észre a jót egymásban, és álmában sem gondolta volna, hogy ezzel a valósággal átalakítja a belső világukat. Én arra kérem önöket, hogy lássák meg a szeretetet. Lássuk meg egymásban, lássuk meg a tanárokban, lássuk meg a gyerekekben, lássuk meg mindenkiben a szeretetet. És most is nem győzöm azt mondani, minden gondot, bajt, problémát próbáljunk szeretet, a szeretet szemüvegén keresztül nézni. És ha szeretettel meglátjuk a megoldást, akkor a szeretettel oldjuk azt meg. Én ma ebben készültem önöknek, ide ebbe a kis félórás élőadásban. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. Biztatom önöket arra, hogy az archívumunkba is nézzenek bele, hiszen kollégáimmal együtt azért készülünk önöknek, hogy ezek elérjenek ezek az üzenetek önökhöz. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Garaci Margó voltam Kecskemétről.